Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Nagybőjt harmadik vasárnapja van, vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Istenünk, minden irgalom és jóság forrása, te a bőt az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által gyógyulást adsz bűneinkre. Nézz jóságosan őszinte bűnbánatunkat, és emelj föl minket szüntelen irgalmaddal, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes második könyvéből. Refidimben a nép szomjas volt, azért zugródott Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Talán azért, hogy szomjúsággal ölj meg bennünket, gyermekeinkkel és állatainkkal együtt? Mózes ilyen szavakkal fohászkodott az Úrhoz. Mit tegyek ezzel a néppel? Kevés híja és megkövez. Az Úr ezt válaszolta Mózesnek. Haladj a nép előtt, vedd magadhoz Izrael véneit. Fogd kezedbe a botodat, amelyel a Nílusra csaptál, és menj. Én odaállok eléd a sziklára, a Hórebnél. Üss rá a sziklára, víz folyik majd belőle, hogy igyék a nép. Mózes úgy is tett Izrael véneinek jelenlétében. A helyet Masszának és Meribának nevezte el, ami annyit jelent, mint kísértés és pörölés, mivel Izrael fiai ott zúgolódtak és kísértették az Urat. Ezt kérdezték ugyanis, közöttünk van-e az Úr, vagy nincs? Ez az Isten igéje. Bár hallgatnátok ma Isten szavára, népem, ne légy kemény szívű. Bár hallgatnátok ma Isten szavára, népem, ne légy kemény szívű. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé,
pedig az ő népe és kezére bízott nyáj vagyunk. Bár hallgatnátok ma Isten szavára, népem, ne légy kemény szívű. Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne keményítsétek meg szíveteket, mint egykor Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, próbára tettek, bár látták számos csodámat. Bár hallgatnátok ma Isten szavára, népem, ne légy kemény szívű. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Ez az Isten igéje. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Valóban te vagy a világ megváltója, Ura, adj innom az élő vízből, hogy ne szomjazzam soha többé. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus Szamária egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott a fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt. Közben odajött egy szamáriai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte, adj innom. A tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott, hogyan kérhetsz te zsidó létedre tőlem szamáriai asszonytól inni. A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt, ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked, adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked. Az asszony azt felelte, Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély, honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai is. Erre Jézus megjegyezte, mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik,
de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Erre az asszony megkérte, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Látom, hogy próféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus azt felelte, hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az atyát nem itt, és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így szólt, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent. Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne. Mikor kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt 2 napig. Azután így szóltak az asszonyhoz, most már nem a te szavadra hiszünk, hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! János evangéliumának a 4. fejezetét olvastuk ma, pontosabban csak válogatott részeket, mert az egész még 3-szor ilyen hosszú, és hát bukasüllyedést kaptatok volna, hogyha ezt végig kellett volna hallgatnotok állva. De a történet lényege így is érthető, talán annyi maradt ki csak belőle, hogy ez az asszony, ez amúgy is egy elég problémás hölgy, 5 férjet elfogyasztott már, és most is akivel él, az nem is a férje, hanem csak úgy az élettársa. És akkor ez csak haba tortán, mert ő szamaritánus, akivel a zsidók fasírtban vannak, bár ugyanazt az Istent tisztelik, és sőt ugyanazt a Tórát olvassák mind a ketten, tehát gyakorlatilag ugyanaz a vallásuk, de a zsidó-zsidók, hogy így mondjam, ők a jeruzsálemi templomba járnak imádkozni, azt tartják az egyetlen törvényes templomnak, míg a szamaritánus közösség elszakadt tőlük, és saját maguknak építettek a Garizim hegyen egy templomot, és oda jártak imádkozni, amíg le nem rombolták. Erre vonatkozik az, amit az asszony mond, hogy atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti meg azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Tehát közöttük ez a feszültség forrása, de hát látjuk magunk körül is, hogy az emberek pont a valláson tudnak a legjobban összeveszni, meg egymást utálni. És ez egyébként mindenhol igaz, tehát a muzulmánoknál is a síiták, meg a szunniták néha jobban utálják egymást, mint minket. És mi nálunk is azért volt idő, hogy reformátusok meg a katolikusok ölték egymást. Pedig másodlagos kérdésektől eltekintve a hitünk lényege ugyanaz. És akkor erre azt mondja Jézus, hogy hidd el, asszony, eljön az óra, hogy az atyát nem itt, meg nem is Jeruzsálemben fogják imádni,
hanem az emberek, az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya ilyen imádókat vár. Kedves testvérek, az első dolog, tehát amit szeretnék elmondani, hogy a vallásunk, ha arról szól, hogy másokat utáljunk miatta, akkor ott valami hézag van. Akkor ott valamit nem értettünk meg. A vallásunknak soha nem célja meg velejárója az, hogy miatta más emberekkel ellenségesek legyünk. Akkor valamit nem értettünk meg Jézusnak a lelkületéből, tanításából, aki nem arra hívott meg bennünket, hogy éket verjünk emberek közé, hanem arra, hogy hidat teremtsünk emberek lelkei felé. Mert ez a történet arról szól, hogy Jézus hidat épít e felé az asszony felé, nagyon nagy szeretettel és nagyon tapintatosan, és nagyon szépen lépésről lépésre halad, de eljut oda, hogy a végén ez a nő, akit mindenki megvetett, akit az élete miatt, meg a gondolkodása, vagy a részben az asszony volt a miatt, és senki nem vett komolyan, ez elmegy a szól a többieknek, hirdeti nekik, hogy megtalálta azt, akit Isten küldött a világnak. Na most, még annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, vagy inkább elmesélni, hogy fiatalabb koromban, ugye könyvkiadó voltam, vagy hát azzal foglalkoztam, és a Hetényi Varga Karcsi bácsinak a Papi sorsok a Horogkereszt és a Vörös csillag árnyékában című sorozatát adtam ki, és abban nagyon sok papi történetet olvastam, és egyik nagyon megragadott, ami arról szólt, hogy börtönben voltak papok egy közös cellában, nehogy megfertőzzék a többi rabot, ugye ez a katonaságnál is így volt akkoriban, hogy inkább összerakták a kispapokat, nehogy véletlenül megtérítsék a velük összezárt többit. Tehát börtönben voltak, és ugye tilos volt együtt imádkozniuk, meg misézniük, és közeledett a karácsony, nagyon vágytak már arra, hogy szentmisét mutathassanak be, de hát honnan szerezzenek bort, mert kenyeret még csak-csak. És akkor ugye nekik beküldött mazsolás kalácsokból kiszedegették a mazsolákat, vízbe rakták, és amikor megszívták magukat a mazsolák, akkor leszüretelték, kipréselték, megerjesztették, és így volt valamicske boruk. És akkor a pritchen, szenteste a pritchen, rabruhában, a bádok csajkájukban megtartották az éjféli misét, és azt mondja a pap, hogy olyan szép misén még soha életében nem volt. Pedig úgy körülbelül 50 liturgikus előírást megszegtek ezzel. De a lényegét, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Boldoggá tette őket, hogy a lényegét azt megélhették. És kedves testvérek, ez egy nagyon fontos dolog a számunkra, hogy a hitünkből sose veszítsük szem elől a lényeget. A lényeg pedig ez, hogy Isten olyan imádókat vár, akik lélekben és igazságban imádják az Atyát. Ma minden külsőségen, meg ilyen nem tudom, akármin formanyomtatványokon, meg mi hogy áll rajtunk, meg minek hogy kell, merre kellé kell fordítani a keresztet az oltáron, most kifelé vagy befelé. Minden ilyen kérdésen lovaglunk, és közben szem elől tévesztjük a lényeget, azt, hogy
azt akarja Jézus, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és hogy ennek keretében megkeressük és megtaláljuk ezeket a szamaritánus asszonyokat, akikkel Jézus ilyen nagy szeretettel el tudott beszélgetni, és bizalmat és hitet tudott a szívükben ébreszteni. Kedves testvérek, gondoljunk erre nagyon sokat, hogy most itt van egy helyzet, és nem tudom, nagy ellentét van a szomszédaim között, és akkor mi a dolgom nekem ebben? Nem az, hogy szítsam az ügyeket, meg neked van igaza, Gyuli, hát tényleg annyira szemét a Mari, hanem az, hogy összekössük az elszakadt szálakat. Hogy békét teremtsünk, hogy reményt adjunk mások számára. Ha már ilyen sztorizgatós kedvemben vagyok, akkor elmondanám azt is, hogy nekem erről az a történet jut eszembe, mikor volt egy ember, egy férfi, ki meghalt, és nem volt senkije. Tulajdonképpen az önkormányzat fölkutatta a két gyerekét, és hát őket kötelezték, hogy temessék el az apjukat. Na most ez egy nagyon rossz apa volt. Nagyon sokat bántotta őket. Nem is törődött velük, és amikor igen, akkor inkább ne tette volna. Tehát a gyerekei rengeteg sebet hordoztak a szívükben az apjuknak a gonoszsága miatt. De hát el kellett temetniük, és akkor eljöttek hozzám azzal, hogy legyen temetés, de olyan temetés legyen, hogy ők nem akarnak imádkozni érte. Meg ő, ne legyen ott egy szó se. Ne mondjak ilyen beszédet. Szóval a lényeg az, hogy tulajdonképpen egy ilyen lehetetlen helyzet volt, hogy tehát olyan temetést akartak, hogy kifejezze ezt a viszonyt, ami közöttük volt. És akkor én rábeszéltem őket arra, hogy emelkedjenek fölül azon, ami történt, és ők legyenek nagylelkűbbek, jobbak, mint amik az apjuk volt. Ne engedjék, hogy őket az apjuknak a magatartása saját magához lehúzza. És tartsunk neki egy rendes temetést. Jó, nem lesz ott senki más, csak mi, de szépen elimádkozunk érte, és megadjuk neki a végtisztességet. És az volt a temetés, azt láttam a temetésen, a fia, ő nem tudott megenyhülni. De a lánya az végig sírta a temetést, és úgy érzem, hogy ő mégis ezzel, hogy jobb szívvel bánt az apjával holtában, mint az bánt ő vele, ezzel jutott túl valamennyire az életének ezen a fájdalmán. Kedves testvérek, a szeretet nagyon sok mindent begyógyít, és nagyon sokat lehet és kell is keresztényként tennünk azért, hogy egy ilyen rettentő, könnyen összevesző, egymással szembeforduló és haragot tartó, bosszút álló, gyűlölködő világban megpróbáljunk békét és szebb életet teremteni. És ez a mi hivatásunk. Az Atya ilyen imádókat kíván, akik lélekben és igazságban imádják az Atyát, akik akiknek a vallásossága az nem öncélú, hanem ennek a lelkületnek a fölépülését szolgálja.
Na és még egy dolgot szeretnék az evangéliummal kapcsolatban elmondani, azon már rövidebb leszek. Azt is nagyon szépnek tartom ebben a történetben, figyeljétek meg, hogy ilyen két szintje van neki. Onnan indul el, hogy Jézus szomjas, és kéri az asszonyt, hogy húzzon neki a kútból vizet, mert ugye neki nincs hozzá eszköze. És erről szól a történet, hogy miért kérsz tőlem vizet, mikor én szamaritánus nő vagyok, de szomjas vagyok, stb. De rögtön a kútból húzott víz kapcsán elkezd Jézus beszélni az ember szívében örök életre szökellő vízforrásról. A víz, a fizikai víz, vagy nem tudom, hogy mondjam, az mindjárt, mint az ember szívéből előtörő, éltető erő, hit és remény is, mindig sokkal többet is jelent annál, mint hogy húztak nekem egy korsó vizet, és csillapítottam a szomjamat. És a hitünkben ez egy csodálatos dolog, hogy az embert megtanítja a hit ilyen szemmel nézni a dolgokat, hogy mindenben valahol mindig egy kicsit többet is látunk. Hogy amikor, nem tudom, kinyílik a japán virs meg az aranyeső, akkor ez nem csak arról szól, hogy nyílnak a virágok közel a tavasz, hanem arról is szól, hogy egy új életet készít számomra a Jóisten. Hogy szépséggel ajándékoz meg. Olyan ez egy kicsit, mint a művészek, hogy ránéz az ember egy kopott falra, hogy málik róla a vakolat, és nekünk az egy kopott fal. És akkor egy művész ránéz, és azt mondja, hogy milyen szép. Megrajzolja, vagy megfesti, és akkor azt mondja az ember, tényleg milyen szép. Hogy én nem veszem ezt észre, hogy ő észreveszi, én meg nem. De a hittel is így van, hogy aki hívő szemmel nézi a világ dolgait, az rengeteg csodát lát. Ez rengeteg mindenben meglátja a Jóisten jóságát, hívását, akaratát, és megtelik az élete, meg a környezete Isten jelenlétének ezzel a sok csodájával. Mert tud hívő szemmel nézni rá, mert a korsó víz az egyszer mind az ember szívéből örök életre szökellő vízforrás is. És azért a boldogságnak nem az a kulcsa, hogy az ember a Maldív-szigetekre jár bungee jumpingolni, hanem a boldogságnak az a kulcsa, hogy az ember a hátsó kertjében látja, hogy jönnek a dukhagymák, és abban örömet és szépséget lát meg. Abban észreveszi Isten jóságának és szeretetének millió jelét. Úgyhogy ez a nagyon egyszerű történet, ami csak annyiról szól, hogy egy asszonnyal Jézus elbeszélget, és ez az asszony utána hittel és reménnyel telik meg. Ez nekünk is arról szól, hogy közeledik hozzánk az Úr Jézus, megtanít minket arra, hogy az ő nyomában járva legyünk ebben a világban a békének meg a szeretetnek a munkásai, és hogy vegyük észre Isten rengeteg csodáját, amit az életünkben, a világunkban, meg más emberek életében tesz. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra,
harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei Atyánkhoz, aki Jézus Krisztusban megnyitja számunkra a kegyelem forrását. Atorunk, hogy híveid az evangélium élő vízével enyhítsék lelkünk szomjúságát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, a népeknek, hogy lélekben és igazságban imádjanak téged. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezess, Urunk, mindnyájunkat a húsvéti szentségek kegyelmi forrásához. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezess vissza, Urunk, a bűnösöket parancsaid útjára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a felnövekvő új nemzedék is meggyőződéssel vallja fiadat a világ üdvözítőjének. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, híveidnek örök pásztora, aki egyházadat sokszoros gondviseléseddel kormányozod és szeretettel igazgatod. Irgalmadban küldj olyan főpásztort egyházmegyénkbe, aki életszentsége miatt kedves lesz előtted, nekünk pedig éber gondoskodásával javunkra válik. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható Atyánk, te szent fiad által az élő vizek forrását nyitottad meg a benned bízók szívében. Add, hogy bűneink miatt soha el ne apadjon bennünk éltető kegyelmed, amelyet nekünk adtál, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, engesztelje meg ez az áldozat, hallgasd meg imádságunkat, amikor bűneinkért bocsánatodat kérjük, s add, hogy mi szívből megbocsássunk embertársainknak, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő miközben vizet kért a szamáriai asszonytól, a hit ajándékát nyújtotta neki, az asszony hitére szomjazott, hogy az Isten szeretett tüzét lángra gyújtsa benne. Így mi is hálát adunk neked, hatalmas tetteidet hirdetjük,
és az angyalokhoz társulva zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, a tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiad halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele
és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk. Istenünk, üdvösségünk zálogát vettük magunkhoz, amikor itt a földön mennyei kenyérrel tápláltál minket. Kérünk, mutatkozzék meg tetteinkben is, hogy a szentségben veled találkoztunk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenem.